Köszöntöm a Kölcsi Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményeivel foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk nektek mai műsorunkban. Az eredmény miatt csalódott, de az egész olimpia hatalmas élmény volt Hellebrandt Máté számára. Már javában készülnek a következő szezonra az NKK 5-ös kosárlabda csapatai. 58. szezonjának vág neki a jövő héten a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokság. Továbbra is Tréki Tamás irányításával készül az átalakult nyírbátori férfi kézilabda csapat. Az eredmény miatt csalódott, de az egész olimpia hatalmas élmény volt számára, így nem csalódottan tért haza Párizsból. Ezt mondta Hellebrandt Máté, aki a 44. helyen végzett a 20 kilométeres gyaloglásban az ötkarikás játékokon. Az olimpia előtti felkészülés azt továbbra is úgy gondolom, hogy nagyon jól sikerült. Sajnos az eredmény azt nem ezt mutatja, de mi tudjuk Józsbával, hogy milyen munkát végeztünk el, és hogy milyen formában voltam. Továbbra is csalódott vagyok az eredmény miatt, de szomorú nem tudok lenni, mert maga az egész olimpia az nagyon jó hangulatban telt, hatalmas élmény volt, és hát igazából egész évben arra készültünk, hogy kijussak erre a Párizs olimpiára. Ez a cél, ez sikerült, az már csak hab lett volna a tortán, hogyha olyan időt is, meg olyan helyezést tudok elérni, amit szerettünk volna. Ez most sajnos nem jött össze, de bízom benne, hogy a munka, amit elvégeztünk, az a jövőben majd ki fog fizetődni. Azt szokták mondani, hogy egy olimpia hangulata mindenkit megnyom egy picit. Neked ez már a negyedik olimpiád volt, úgyhogy alig ez volt a gond. Mi lehetett ennek a hátterében, hogy nem tudtál úgy teljesíteni, hogy szerettél volna? Nagyon sokat gondolkodtunk ezen, mert igazából mindent úgy csináltam a verseny előtt, meg a verseny is, ahogy eddig szoktam, szóval semmi újítást nem csináltunk. Valószínűleg az lehetett a gond, hogy az előtte lévő magaslati edzőtáborból hamar jöttünk vissza, és kevés idő telt el a magaslati edzőtábor és a verseny között. Ez szokott problémát okozni, ezt még ki kell tapasztalnunk, hogy mi az ideális a magaslati edzőtáborozás terén. Bízunk benne, hogy jövőre ezt ki tudjuk küszöbölni, ezt a hibát. Hozott-e egyébként bármilyen meglepetést a 20 kilométeres gyaloglás, akár a élenvégzőket, akár a gyalogolt időt tekintve? Számomra nem okozott meglepetést. Volt 4-5 név, akit tudtam, hogy bármelyikük nyerhet. Köztük azt fog dönteni, hogy ki milyen napot fog ki. Nagyon jó időket gyalogoltak, hát az élmezőny az olyan erős, hogy mindenkik mindegy, hogy milyen meleg van, vagy hogy milyen emelkedős a pálya, akkor is nagyon jó időket tudnak gyalogolni. A mezőny erőssége sem lepett meg, mert nagyon jó, még a középmezőny is nagyon jó időket gyalogolt, hát ehhez kell majd felzárkóznunk a jövő évben. Említetted, hogy nagyszerű volt az olimpia hangulata, mi ragadt meg benned leginkább ebből a hangulatból, mire jutott még időd a verseny után? Szerencsére a verseny után még egy bő hetet kint tudtam lenni. Nagyon sok magyarral találkoztam, Milák Kristóftól kezdve Szilárd Gyáronig, nagyon sok mindenkivel. Sikerült beszélgetnem is velük, ami hatalmas élmény volt. Volt Aröte Attilával például több mint egy órán keresztül beszélgettem, főleg a felkészülésre, és nagyon sokat tanultunk tőle. Sikerült kijutni az atlétika stadionba, ott szinte minden este tudtunk szurkolni a magyaroknak, és hát igazából maga az olimpiai falunak a hangulata, hogy több mint 7-8 ezer sportolóval együtt voltunk, az úgy a hatalmas élmény volt. Milyen volt egyébként a magyar csapatnál a hangulat? Ilyenkor úgy kell elképzelni, hogy egy-egy ország egy picit ott állam az államban? Tulajdonképpen igen, nagy létszámú volt most a magyar csapat, ilyen szempontból szerencsés volt. Úgy néz ki ez az olimpiai falu, hogy minden országnak van egy külön több emeletes társasháza. Most itt két darab 8 emeletes házról volt szó, és igazából ha csak beszálltunk a liftbe, vagy elmentünk egy étterembe, vagy kávézni, mindenhol összefutottunk magyarokkal. Van egy csapatiroda is, és igazából tényleg jó volt hangulat. A magyar csapat is jól szerepelt, szerencsére, és ez már alapból megadta a hangulatot. Ott voltál Londonban, ugye az Európai Olimpia volt, a Párizs is, volt közte két tengeren túli, Rióban és Tokióban.
mennyire más egy olyan olimpia, ahol nem kell hosszan aklimatizálódni, és nem kell mondjuk 2 héttel vagy 10 nappal hamarabb elutazni? Sokkal másabb. Most ugye 2 nappal előtte már 2 nappal előtte mentünk ki. Nem sok időnk maradt az hangulatot megszokni, hiszen megérkeztünk, másnap egy könnyű átmozgató edzés volt. Tulajdonképpen még azt sem tudtuk megszokni, hogy hol alszunk, hol vagyunk, és már rögtön jött a verseny. Ez kicsit fura volt, legközelebb biztos, hogy másképp kell ezt csinálni, több időt kell kint lenni verseny előtt, de ettől függetlenül nem ezen ment el a versenyem, de ezt a legközelebb ezt javítani kell ezen. Többször említetted a folytatást, a jövőt, ezek szerint lesz folytatás, meddig adsz magadnak pihenőt és meddig tervezel? Ugye Tom Cruise már elvitte az olimpiai zászlót Los Angelesbe, és már ott elkezdték visszaszámolni a napokat. Igen, hát most a közeljövőben még egy versenyem lesz idén, szeptember közepén egy csapatbajnokság, 5000 méteren, erre még felkészülünk, utána lesz egy kisebb pihenőm. Hát a távlati célokkal kapcsolatban jövőre világbajnokság lesz Tokióban, mindenképpen szeretnék kijutni és versenyezni. Hogy 28-ban Los Angelesben kint leszek, vagy nem, ez még a jövő kérdése. Szeretnék kint lenni, de már én sem vagyok fiatal, most 35 éves vagyok, Los Angelesben már 38 leszek. Hát ez az a jövő kérdése lesz, hogy akkor szeretném-e még csinálni. Már javában készülnek a következő szezonra az NKK ötvös kosárlabdázói. A Ferenczi Tamás által irányított U14-es és U16-os csapat célja az országos főtáblára kerülés. Az egyesület ezúttal 14 évesek számára rendezi meg a Sallai József emléktornát. Mintha ma lett volna, hogy egy családi nappal búcsúztatta az előző idényt a Nyíregyházi kosárlabda klub, most pedig elkezdődött a felkészülés. Hogyan telt a köztes időszak? Ha röviden akarom mondani, akkor nagyon gyorsan. Ugyanis a családi nap után kaptak a játékosok közel 1 hónap pihenőt. Pihentünk mi is a szakmai stábbal, bár úgy gondolom, hogy valóban gyorsan eltelt ez az időszak, illetve már azért a nyaralás második részében terveztük a következő 2024-25-ös bajnoki szezont. Július 31-én kezdtük el az edzéseket a gyerekekkel. 3 úgymond ráhangoló, fölhozó edzésünk volt, hogy azok a gyerekek, akik a nyáron kevesebbet mozogtak, azok is az edzőtábor előtt egy keveset kosárlabdázzanak. Utána Miskolcon voltunk, ahol kimondottan az U14-U16-ossal ez már egy szakmai edzőtábor volt. Hazajöttünk a múlt héten, pénteken, és ezen a héten pedig már itt a Vescsükben folytatjuk a munkát. Melyek a kiemelt korosztályok az egyesületnél, és milyen bajnokságban indulnak majd? Nem különíteném el az U14-et, U16-ot, mind a kettőt úgy tekintünk rá, mind a két korosztályra, hogy kiemelt korosztály. Talán az U14-eseknek van nagyobb esélye a főtáblára jutni, U16-osoknak kevésbé. Ez amiatt is adódik, hogy a U14-ben 32-es az országos főtábla, az U16-ban pedig ezen módosítottak most, 24-es lesz, tehát oda sokkal, de sokkal nehezebb bekerülni és bejutni. Ennek szellemében most a kivételesen ugye a megrendezésre kerülő Sallai József emléktornánk nemzetközi kosárlabda tornán is az U14-es korosztály lesz, aki majd játszani fog, tehát próbáljuk őket felkészíteni a selejtezőre, illetve az előselejtezőre. Mikor kezdődnek majd a bajnoki sorozatok? Az U14-eseknek már szeptember 6-án, 7-én megkezdődik az előselejtező. Hogyha ott sikerül csoport elsőnek lennünk, rá 2 hétre következik a selejtező. U16-os korosztálynak pedig szeptember közepén lesznek az első mérkőzései. A létszámot és az edzés látogatást tekintve hogyan álltok majd? Ha visszagörgethetném az időkerekét 5-10 évre, akkor lennék elégedett, hisz ezelőtt 5-10 évvel rendkívül szorgalmasak voltak a gyerekek, szinte senki nem hiányzott edzésről. Most azt tapasztalatom sajnos, hogy sokszor akár családi nyaraláson, egyéb elfoglaltságon vesznek részt. Tehát kevés gyermek van, aki minden egyes edzésen itt van. Ez megnehezíti a felkészülésünket, hisz a gyerekek nagyon különböző fizikai állapotban vannak. Vannak, aki már akár holnap is tudna bajnoki mérkőzést játszani, van olyan, aki még csak most csatlakozott be a munkában, illetve a taktikai gyakorlásra még nagyon-nagyon kevés időnk volt. Az elmúlt időszakban, illetve a héten alaptechnikai dolgokat gyakorlunk, alaptaktikai dolgokat, de kimondottan a csapatjátékkal, majd csak augusztus 20-a után lesz időnk foglalkozni. Egyébként az infrastruktúrális helyzetet, az edzéseszközöket tekintve hogyan álltok?
Én úgy gondolom, hogy minden a rendelkezésünkre áll. Ebben a Vescsik teremben kicserélték a nyírászárókat, kicserélték a radiátorokat, tehát mondhatom azt, hogy modernebbé vált a terem. Az ötvös gyakorlóban, ahol az alsó korosztályaink vannak, ott is rendelkezésre áll minden edzéseszköz. Tehát nem panaszkodom, én úgy gondolom, hogy amit az edző kollégák elterveznek, azt mindent el fognak tudni majd végezni. Említetted a Salla József emléktornát. Mi a cél az U14-es csapatnak ezen a tornán? Leginkább a tapasztalatszerzés. Ugye évek óta mi a lehető legerősebb csapatokat próbáljuk meghívni. Számtalan kiemelt akadémia, illetve akadémia fog ezen a tornán részt venni. Célunk az, hogy a gyerekek érezzék a saját bőrükön, hogy az ország elitje hol tart, mibe kell nekik fejlődni, illetve a másik célunk az, hogy a gyermekeink szülei lássák azt, hogy a kiemelt akadémia, illetve akadémiai csapatok hol tartanak már 14 éves korban, mennyire felkészültek, mind fizikálisan, mind taktikában, technikában. Idén negyedik alkalommal rendezi meg a Nyíregyházi Kosárlabda Klubba Csallai emléktornát. Ezúttal milyen korosztályban, milyen időpontban és milyen mezőnnyel? 14 éves fiúk részére rendezzük ebbe az évben, rendhagyó módon, hiszen eddig 16 éves korosztálynak rendeztük. Ebbe az évben úgy gondoltuk, hogy ez a korosztályunk az, amelyiket egy kicsit jobban kellene menedzselni. Nemzetközi torna lesz 8 csapat részvételével, 2 csapat külföldről érkezik, az egyik Ungváról, a másik Nagyváradról. Ezen kívül 2 nemzeti kosárlabda akadémia csapata lesz itt, a Deac Kosárlabda Akadémia és a Budapesti Honvéd Kosárlabda Akadémia, valamint a Szolnoki Kosárlabda Akadémia és a Vasas Kosárlabda Akadémia csapata, akik Kosárlabda Szövetség által akreditált akadémiák. Ezen kívül a 2 nyíregyházi csapat, a Nyíregyházi Sportcentrum és a rendező NKK 5 is lesznek a mezőny részei. Hogyan épül fel a torna programja? 2 négyes csoport lesz, és a csoportokban már előre elkészítettük a párokban a sorsolást. Itt a győztesek a második nap a győztesekkel, a vesztesek a vesztesekkel, és a végén a helyosztóra kerül sor augusztus 29-én csütörtökön. Mi a tapasztalat, ugye ez a negyedik rendezvény, mennyire épült már be a köztudatba, itt az országban és határon túl is, hogy ez egy rangos torna? Teljes mértékben beépült, sőt már sokan rá is kérdeznek már júniusban, hogy lesz-e idén a torna. Természetesen minden évben megrendezzük. A tornát támogatja a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, a versenynaptár része, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kosárlabda Szövetség is. Tehát abszolút szakmailag elfogadott és nagy igény van rá, hiszen a bajnoki szezon előtt az országban ez egyetlen egy nemzetközi utánpótlás fiú felkészülési torna. A helyszínről vagy a helyszínekről nem esett még szó. Az egyik helyszín a Vescsik Vilmos Élelmiszeripari Technikum tornacsarnoka lesz a B csoporti, az A csoport pedig az Inyei Ilona Gimnázium Tiszavasvári úti tornacsarnokában rendezi a mérkőzéseket. 58. szezonjának vág neki a jövő héten a Nyíregyházi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság. 9 csoportban 101 csapat lép majd pályára hétköznaponként a Városi Stadionban. Új névszponzori szerződés aláírására került sor, hiszen a Decathlon Nyíregyházi áruház már régebben aláírta a szerződést, és kiegészül a bajnokságunk a Sejember Kft-vel, és a Nyíregyházi Sportcentrum nevét is viseli természetesen. És hát egy olyan szezon elé nézünk most, hogy ahol 101 csapat fog nekivágni a bajnokságnak augusztus 21-én, és én bízom benne, hogy a csapatok, mint ahogy eddig is nagyon jól érezték magukat a bajnokságunkban, most is ugyanilyen körülmények között vannak játszani, sőt a körülmények fantasztikusan nagyot léptek előre, hiszen 3 műfűves pályával, az ABC pályán műfűves pályát kaptunk városunk polgármesterétől, hiszen ő erre ígéretet tett már egy évvel ezelőtt, és ez meg is valósult. Ez óriási nagy segítség lesz a számunkra, hiszen folyamatosan elmaradtak mérkőzéseink az esőzések miatt, és ezeknek a pótlása nehéz volt. Most viszont, ha nem villámlik, akkor mindenféleképpen játszani fogunk szakadó esőbe is, hiszen ez nem gond. Milyen csoportbeosztásban játszik majd a 101 csapat? Most gyakorlatilag 5 csoportban 12 csapat szerepel. Az öregfiúk első osztályban utolsó pillanatban egy csapat sajnos nem vállalta. Itt 11 csapat lesz, és az ő ellenfele, aki ide van sorsolva, az mindig szabadnapos lesz. És van 3 tízes csoportunk is, az EF és az öregfiúk 3 10 csapat szerepel majd, viszont ezekben a csoportokban 3 kört fognak játszani. A csapatok 27 fordulóra kerül.
kerül sor. Összesen 600 mérkőzést játszunk majd le ősszel, és 600-at majd tavasszal. Tehát 1200 mérkőzésünk van általában a bajnokságban, és mellette még hogy a terembajnokság is kiegészül, hiszen nincs nálunk szünet. Nyíregyháza neve van benne a bajnokságban, de ha minden igaz, nem csak Nyíregyházáról érkeznek majd a csapatok a Városi Stadionba. Igen, Nyíregyháza az alap, de viszont a megyéből 15 településről érkeznek hozzánk, mi, ahogy említettem, Hajdú megyéből is, tehát a Tiszagyolóháza eset csapata Hajdú megyéből érkezik hozzánk. Nagyon népszerű a mi bajnokságunk, egyre többen jönnek hozzánk Csengértől egészen Tiszadobig, tehát a megye minden pontjáról jönnek hozzánk, élvezik ezt a szervezett bajnokságot, és kitűnő körülmények között tudnak játszani. Említetted, hogy komfortosabbak leszek a pályák, de minden igaz, komfortosabb lesz a játékosok számára a mérkőzés előtt és utáni időszak is. Igen, így van, az ABC pálya mögött, főleg hogy a B és a C pálya mögött megépült egy csodálatos szabadidőközpont, ahol a csapatok ideérkező játékosai át tudnak öltözni, majd az öltözőbe ruhájukat nem hagyják természetesen benne, és a mérkőzés végén le tudnak tussolni. Játékvezetőknek külön helyiség áll majd rendelkezésre, és hát nem egy utolsó szempont a kispályás labdarúgásnál, hiszen egy szabadidő sportos esemény, hogy amikor vége van a mérkőzésnek, akkor a földszinten egy csodálatos söröző kerthelysége terasszal fogja várni a csapatokat, és mögöttük viszont zajlanak majd a további mérkőzések. Mikor lesz a nyitónap, és melyek lesznek a meccsnapok és a meccs időpontok? Augusztus 21-én van a nyitónap, és hát folyamatosan hétfőket, szerda, csütörtök, pénteki napokon játszunk, viszont most, amíg jó idő lesz, egészen szeptember közepéig, vagy talán végéig is, nem csak fél hat, fél hét, fél nyolctól lesznek mérkőzések, hanem fél kilenctől is, hiszen ezt szeretik a csapatok, az utolsó hónapban már így működött a bajnokságunk, és világos, hogy nem a legtávolabbi csapatokat rakjuk fél kilencre kezdésre, hiszen akkor éjfél van, mire hazaérnek, viszont lesz ilyen is, hogy fél kilenckor fogunk még játszani. A sajtótájékoztatón említetted, hogy az elmúlt években nagyon sokat fejlődött a sportszerűség irányába a bajnokság. Igen, tehát elmondtam én a díjátadón is ezt, hogy 1200 mérkőzésen összesen 20 kiállítás volt, és ez egy fantasztikusan jó szám, hiszen korábban volt olyan, amikor 60-70 kiállítás is volt, de most ebben a 20 kiállításban volt olyan is, hogy második sárgalap miatt, vagy egy mérkőzésre való pihenés, vagy egy rossz beszólás, úgymond a játékvezetőnek, és ez, tehát kitűnő a bajnokságban a morál, és jól is érzik magukat. Tehát én annak örülök, hogyha akik ide érkeznek hozzánk, akkor ők szórakozni, szabadidő kellemes eltöltésére jönnek hozzánk. Augusztus elejé óta készül a bajnokságra az NB2-es nyírbátori férfi kézilabda csapat. A szakmai munkát továbbra is Tréki Tamás irányítja, a játékos keretben azonban történtek változások. El kell, hogy mondjam, hogy keretünk lényegében megváltozott. Mint már régebben is beszélgettünk és említettem, elment 5 meghatározó játékosunk, de hála Istennek sikerült 5 új játékost igazolnunk, illetve a keretbe egyre nagyobb szerepet kapnak a saját nevelésű fiataljaink. Milyen felkészülési programot állított össze Tréki Tamás, és hány edzőmeccset vívtak a felkészülési időszakban? Tehát, mint említettem, a felkészülés most már javában zajlik. Előkerültek már a labdák is. Ennek megfelelően az edzőmérkőzéseket is beterveztük. Gyakorlatilag egy kupára kaptunk meghívást 24-25-én Berettyóújfaluba, azzal együtt, ahol ott feltételezhetően 3 meccs fog lejátszásra kerülni, még lesz 2 vagy 3 felkészülési meccs, tehát 5 vagy 6 felkészülési mérkőzéssel fogunk neki menni, úgymond a bajnokságnak. Mennyire bő a keret, mennyi nyírbátori kötődési fiatal lesz majd a játékosok között? Örömmel mondhatom, hogy az elmúlt évekhez képest bővebb kerettel tudunk számolni. Az annak köszönhető, hogy több saját nevelési fiatal került föl a keretbe. Jelenleg 18 fős a keretünk, ami gyakorlatilag úgy oszlik meg, hogy egy 60-65%-a már úgymond saját nevelésű fiatalokból, illetve helyi kötődésű játékosokból áll. Tehát
kétharmad, egyharmad nagyjából az arány, ami úgy gondolom már jónak mondható, és ez amikor 7 évvel ezelőtt gyakorlatilag elkezdtük a közös munkát, akkor ez az arány lényegesen rosszabb volt a helyiekre nézve, de a 7 éves utánpótlás nevelő munkánknak, illetve ahogy alakultak a dolgaink, annak köszönhetően most már elértük ezt a egészen jó arányt. Elkészült-e már a csoportbeosztás, milyen mezőnyben kell helytárni a Nyírbátornak? Igen, elkészült a csoportbeosztás, jelenleg folyik az időpontegyeztetés, ami azt jelenti, hogy konkrétan a mérkőzéseknek az időpontját a csapatok egymás között leszokták egyeztetni. Szeptember 14-15-ei hétvégén kezdődik a bajnokság. Mi a tavalyi évhez hasonlóan a D csoportban vagyunk, ami azt jelenti, hogy 5 Hajdú megyei csapat van benne, illetve 3 Szabolcs megyei, de továbbra is a 8 csapatos alapszakasz megy, mint az elmúlt évben. Aztán majd utána a 2 8 csapatos, a C csoportnak a másik csoportnak a adott helyre kerülő csapataival fogunk játszani, alsó vagy felső házat. A kitűzött célunk egyértelműen, amit Tréki Tamás edző, illetve a vezetőség meghatározott, hogy próbáljuk az alapszakaszt első helyen végezni, mert úgy van értelme neki menni egy bajnokságnak, tehát továbbra is mindenféleképpen az, hogy a felső házba kerüljön a csapatunk. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, a viszontlátásra!